Van két olyan kísérlet, amelyekhez viszonylag hosszabb idő szükségeltetik. Ezeket a kísérleteket fogjuk elkezdeni, bemutatni. Az első az a Clausius-Clapeyron egyenletről szól. A kísérletnek a magyarosabb neve a jégvágás. És akkor mindjárt látjuk is, hogy pontosan mi szükséges hozzá. A méhfagyasztóból hoztam ezt a jégtömböt. Ezt a jégtömböt szeretnénk egy vékony dróttal elvágni. Ennek a vékony dróttal történő elvágásnak az az érdekessége, hogy amikor a halmazállapot változásnak a hőmérséklet függését vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy annyit kéne elérnünk, hogy ez egy darabba kijön ez a jégtömb, de rövidesen elő fog ez jönni. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a hőmérséklet változása, vagyis van a halmazállapot hőmérsékletének változása, az a nyomás függvényében az megváltozik. Ajjaj. Amit most csinálok, az nem más, mint hogy próbálom. Aha, de teljes siker van. Tehát itt van a jégtömbünk. Ezt a jégtömböt elhelyezem ezen a kis állványon. Így. A jégtömbünk átvágásához tartozik egy vékony acéldrót. Ezt a vékony acéldrótot helyezem ide, és most semmi több tennivalónk nincs, mint hogy ezt a kb. 9 kg tömegű acélt ide szépen rátesszük. Amikor ráteszem, akkor az acéldrót felületi nyomása olyan nagy lesz, hogy ott rögtön elkezd olvadni majd a jég. A megolvadt jég az a vízhalmaz állapotú, a szépen a drót alól ki fog menni, és ahogy a nyomás megcsökken, ennek eredményeként vissza fog fagyni. Tehát egy olyan jelenséget fogunk látni, amely azon a részen, ahol az acéldrót nyomja a jeget, az meg fogja olvasztani, a megolvadt víz kijön, és a nyomása visszamér a normál légköri nyomásra, és az vissza fog fagyni. Ez a kísérletnek a lényege. Most, ha a legszélén, ahol a legerősebben feszíti a drót a jeget, ott már nagyon szépen látszik, hogy a drótot nem tudnánk kivenni a jégből. A kísérlethez körülbelül egy olyan 50 percnyi idő szükséges. Azt fogjuk látni, hogy a drót egyre mélyebben és mélyebben van benne a jégben, és egyszer csak azt fogjuk tapasztalni, hogy a súly az leszakad, a drót átér a jégen, és a drót is egészben marad, és a jég is egészben marad. Ez a kísérletünknek, az egyik ilyen lassú kísérletünknek a tennivalója. A másik, két darab hengert hoztam én ide, ezeket meg fogjuk tölteni vízzel, és az egyik vizet azt majd meg fogom sózni, a másik vizet pedig megtartjuk így édes víznek. Úgy, itt az egyik, és itt a másik. A kísérlet ennek a lényege az, tehát most jön az, hogy mind a kettőt kimértük, ugyanonna, tehát ugyanaz a hőmérséklete a víznek, mind a két esetben. Így. És az egyiket, azt megsózzuk. Tehát teszünk bele sót.
és hogy jól elkeveredjen, arra azért rá is játszunk egy kicsit. Hát akkor mindenki emlékszik, hogy a nagyobbik átmérőjű lett a sós víz. Ígyni. A továbbiakban el fogunk helyezni mind a két hengerben jégkockákat. Ezek a jégkockák, amelyeket itt látunk, ezek meg vannak festve. Azért vannak megfestve élelmiszer színezékkel, hogy lássuk, hogy mi, pontosan mi történik a kísérletünk során. Ezeket is megpróbálom én innen kiszabadítani. Ilyenkor szokott úgy kinézni, hogyha nem kesztyűbe csinálom, úgy utána, mint a disznőülésről jönnék, ilyen vöröses színű jégkockák fognak itten előfordulni. Úgy. És akkor helyezzünk el mondjuk 3 darab jégkockát az egyikben, 3 darab jégkockát a másikban. Így. Ugyan engedélyezett élelmiszer színezékkel van megfestve, de azért én egy ilyen kétkedő ember lévén megnéztem, hogy ez a élelmiszer színezék, ez miből készül? Hát maradjunk annyiban, hogy nem barátságos történet. Hát akkor amit látunk, a sózott víz és az olvat, az édes vízben elhelyezett jégkockák, azt fogjuk megnézni, hogy melyik fog hamarabb elolvadni. Ez lesz a feladat. Ugye, amit erről tudni kell, az átlag ember, hogyha most szavazásra tennénk föl, akkor azt mondaná, hogy a sózott vízben egész biztosan hamarabb fog megolvadni, hiszen télen, amikor meg akarunk szabadulni a jégtől meg a hótól, akkor meg szoktuk sózni. Nézzük meg, hogy azért ez azért nem pontosan ugyanígy fog ebben az esetben létrejönni. Ahhoz, hogy ezt a kísérletet kicsit később visszatérünk rá, meg fogjuk érteni, hogy mi is történik pontosan. Már most az élelmiszer színezéknek következtében sok minden látszik. Ugye az egyik az már az aljáig leért a vörös szín, a másik az pedig ott nagyjából a felső egyharmadában lokalizálódik. És akkor továbbiakban ez az, amit kell néznünk. Talán megpróbálhatjuk még egyszer kicsit közelebbről megnézni ezeket, nem tudom, mennyire tudunk rá zoomolni, és akkor ennek megfelelően akkor kezdjünk neki a kísérleteinknek. Az első kísérlet a halmazállapot változásokkal kapcsolatos. Maga a kísérletnek a felhőkészítés címet adtam még annak idején, amikor elneveztem ezt a kísérletet. Az eszközünk egy pillepalack. A pillepalacnak a dugóját, amelyet úgy alakítottam ki, hogy egy labdafújó szelepet raktam bele, és ez a labdafújó szelepen keresztül nyomást fogunk tudni produkálni, nagyobb nyomást abban az esetben, hogyha ezt a pumpát hozzákötöm, és elkezdek pumpálni. Tehát akkor azt fogom csinálni, a kezemmel összefogom, hogy ne szökjön meg a levegő. És ugye fogja az ember, és elkezdi fölfelé pumpálni. Én itt tudom ellenőrizni a nyomását a palacknak. Körülbelül a légköri nyomás kétszeresét föl fogom pumpálni, és akkor hirtelen kihúzzuk a dugót. Itt van a felhő. Ha szeretnénk a felhőtől megszabadulni, akkor azt kell mondani, hogy csiribú, csiribá. Jó, tehát akkor nézzük meg még egyszer a kísérletet. A tanterem levegőjét fogom bepréselni. Annak eredményeként, hogy bepréselem, nem csak a nyomás lesz nagyobb, hanem a hőmérséklet is.
Ilyenkor a levegőben levő páratartalom, mivel hogy magasabb lesz a levegőnek a hőmérséklete ott bent az edényben, oldatban marad. És abban az esetben, hogyha hagyjuk kitágulni a gázt, abban a pillanatban lehűl, és kicsapódik a víz. Ha szeretnénk ismét oldatba tenni, akkor el kell mondani a varázsszó, csiribó csiribá. Szerintem azt hiszem mindenki érti. Ha otthon valaki ezt meg akarja csinálni, akkor annyit érdemes, tegye meg, hogy megszagolja. Valamit mit lehet érezni? Elég úgy, esetleg ön. Denaturált szesz van benne. A denaturált szesz ezt a felhőképződést egy kicsit jobban segíti. Tehát ez ilyen működik ennélkül is, csak így sokkal látványosabb. Tehát akkor a felhőkészítés című élőkép ez megtörtént. A következőkben cseppfolyós nitrogénnel fogunk kísérletezni. A cseppfolyós nitrogén az egy nagyon hideg folyadék, mínusz 196 Celsius fok hideg. Ebben az edényben, az úgynevezett gyuáredényben tároljuk. Gyuáredényről annyit kell tudni, hogy egy kettős falu palack, és ebben a kettős falu palackban a kettő fala közül kiszivattyúzták a levegőt, és ezért egy nagyon jó hőszigetelő képességű anyagról, vagy edényről beszélhetünk. Hát akkor veszünk a cseppfolyós nitrogénből egy keveset, és hogyha ez megvan, akkor keresünk egy olyan gyuáredényt, ami egy ilyen bemutató gyuáredény, így itt van, és megnézzük ebben elhelyezve a cseppfolyós nitrogént, mennyivel jobban látjuk az egész folyamatot, hogyha ez itt van. A cseppfolyós nitrogén hevesen forr, köszönhetően, hogy elképesztően meleg számára ez az edény. Az edény az ugye szobahőmérsékletű, a cseppfolyós nitrogén mínusz 197 Celsius fok, tehát több mint 200 Celsius fok hőmérséklet különbséget látunk. Amikor a cseppfolyós nitrogén lehűti az edényt az ő forrásának hőmérsékletére, akkor megcsillapszik ez a nagyon heves forrás. Amit látjuk, ez nagyjából megtörtént, és amit érdemes megnézni, hogy igen nagy mennyiségű folyadékunk veszett el. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogén forrásban tartásához, vagy ha úgy tetszik, a látens hője, az egy nagyon kicsi érték. Hogyha valaki szeretné ezt megérteni, akkor csak arra kell gondolni, hogy a forrásban tartáshoz arra van szükség, hogy a részecskéket, amelyek gázhalmaz állapotban eltávoznak, egymástól el kell távolítani. Az eltávolítás a cseppfolyós nitrogén esetében csak a van der Waal erőket jelenti, a nitrogén molekulák között a folyadékban csak van der Waal erők vannak. Ha vizet szeretnénk forralni, akkor a van der Waal erők mellett ott van egy másik, egy Coulomb természetű erő, abból fakad, hogy a vízmolekulák azok dipólus molekulák, és ezeket a dipólusokat kell egymástól eltávolítani, ehhez nagyságrendekkel több energiára van szükség. A cseppfolyós nitrogén is, meg a folyadékoknak a forráspontja nyomáspont függő, erről szól a következő kísérlet. Az a helyzet, hogy fogom, ráteszem a kezemet, és abba marad a cseppfolyós nitrogén forrása. Szerintem ez jól látszik. Ha elveszem, akkor ismét forrásba jön. Úgy is mondhatnánk, hogy mágikus a kezem, de valójában csak annyit, olyan kézre van szükség, mikor kisgyerekekkel szoktam kísérletezni, akkor ők, nekik olyan kicsi a kezük, hogy ezt nem tudják befogni, és akkor csak hiába teszik rá a kezüket, ott továbbra is forrásba marad a nitrogén. Egy kellően nagy, tehát mondom, tehát a lényeg az, hogy a távozó gázokat nem engedjük eltávozni, megnövekszik a nyomás, és ennek eredményeként megváltozik a forráspontnak a függvénye. Világosan látjuk, hogy ugyanezt történik vízben, hogyha szeretnénk
mondjuk cseppfolyós, tehát hogyha a víznek a forráspontját nézzük, ugye Celsius mester annak idején, amikor a Celsius skálát megalkotta, azt mondta, hogy legyen olyan a Celsius skálánk, hogy bármikor bárki könnyen reprodukálni tudja. A fizikában a mérés az nagyon fontos. Amikor mérünk, akkor meg kell egyezni az egységekben, és az egységeknek az egyik legfontosabb ismérve, hogy reprodukálható legyen. Ha történetesen az egyik éjszaka ellopná az ördög az összes hőmérőnket, nekünk nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen desztillált vizet tudunk csinálni, tengerszintre el tudunk menni, hiszen Celsius ott rögzítette a víznek a forráspontját, tehát akkor a 100 Celsius fokot meg tudjuk tenni. Abban az esetben, hogyha a vízzel elmegyünk a tengerszintől más magasságokba, vagy följebb megyünk, nagyisten lemegyünk egy bányában, a hőmérséklete, a forrás hőmérséklete megváltozik. Ugye ezt tudatosan is ki tudjuk használni, kukta gyorsfőzőben, egy zárt edényben magasabb lesz a hőmérséklet, ahol a víz forr, hamarabb megfőnek az ételeink. És hát ugye, ha valaki arra a középiskolai fizika feladatra gondol, hogy lehet-e a Himaláján az alaptáborban babot főzni, akkor azt kell mondani, hogy igen, csak vigyük magunkkal a kuktát. Tehát ez az igazi megoldás. De van egy nagyobb kuktánk is, azt nem is egy van belőlem, rögtön négy, és ez Paks környékén, ott kicsit a városon túl. Ott egyébként akkora nyomás van, hogy mínusz 260 fokon nem forra víz. Tehát a primer körű azért lehet zárt, mert hogy teljes egészében a benne keringő víz, az mindig folyadékhalmaz állapotú, azért, mert akkora a nyomás, és a 260 fok Celsiusos csővel tudnak csinálni olyan gőzt, ha úgy tetszik, amivel aztán a turbináinkat tudjuk hajtani. Tehát akkor azt mondom, hogy abba tudjuk hagyni a forrását, és meg tudjuk tenni. Közben érdemes, kicsit elköszönünk ezektől, megnézni, hogy itt mi történt. Az egyik vízünk, az, amelyik sós, az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy lokalizálódik a szín ide a tetejére, a másik az pedig teljes egészében elkapta a piros szín. Mit lehet erről mondani? A vízben, amikor én belekeverem a sót, akkor azon kívül, hogy egy keverék lesz, egy oldat, azon kívül az oldatunknak a sűrűsége nagyobb lesz. Nagyobb lesz annál az értéknél, ami az olvadó jégnekből keletkező víznek a sűrűsége, tehát a rétegződés az olyan lesz, hogy a tetején van az olvadék víz, és az olvadék víz alatt gyakorlatilag tehát az olvadéktól teljesen mentes, azt lehet mondani, hogy teljesen tiszta keresztmetszetű folyadék. A másik esetben az elolvadt víz az nagyobb sűrűségű lesz, mint amit a csapból nyertünk, és ennek eredményeként egy konvekció jön létre, az elolvadt jégből keletkezett víz lemegy az aljára, és onnan még meleget fog följebb hajtani. Ennek eredményeként itt még egy nagyon pici darab jégkocka darabka még van, itt viszont szinte az összes megvan. Ha közelebb hajolnánk, nem tudom mennyire lehet látni, akkor itt a hőmérséklet eloszlás is igen izgalmas tud lenni, mert addig a részig, ahol ez a sötétebb árnyalatú víz látszik, addig a részig teljes egészében be van deresedve ennek az edénynek a része, hiszen itt 0 fok körüli víz van a saját pocsolyájában úszik ez a jégkocka, és ennek a saját pocsolyában úszásnak az is a következmény, hogy itt erre lejjebb, lényegesen melegebb hőmérsékletű vizet találunk. Azon a részen, ahol a hőmérséklet csekély, oda a levegő páratartalmából a harmadpont alá esik ezen a részen az edényünknek a hőmérséklete, ezért ez harmatos lesz. Tehát ezen a részen már gyakorlatilag nincsen jégkocka, ez elolvad,
ugye ez az édes víz, és a sós vízben pedig igen nagyméretű kockákat találunk, még alig-alig oldódott el, azért, mert a hő utánpótlása itt nem biztosított, itt pedig a keveredés révén ez igen erősen zajlik még most is. Hát addig, amíg egy, hát körülbelül azt tudom mondani, hogy a jégkockánk ekkora darabka, hát ki se tudom venni, olyan kicsi, itt vanni. Tehát ekkora maradt, és nincs több, ebben pedig azt hiszem jól látható, izmosan nagy jégkocka darabkákat is tudunk kiemelni. Jó, hát akkor ez egyik kísérletünk az megvan, és akkor térjünk vissza a cseppfolyós nitrogénes kísérleteinkhez. A cseppfolyós nitrogén, amikor elforr, akkor nagy mennyiségű gáz keletkezik belőle. Ez a nagy mennyiségű gáz, ez gyakorlatilag, mindjárt meg is lehet mutatni, azt lehet mondani, hogy 1 liter cseppfolyós nitrogénből közel 1000 liter gáz keletkezik. Így itt van. És hogyha szeretnénk látni, hogy pontosan mi is történik ezzel a gázzal, megtehetjük, hogy bedugjuk ezt a dugót, látjuk, hogy a forrás abba maradt, egyre nagyobb és nagyobb lesz a gáznak a nyomása, és ennek eredményeként a dugót már a surlóderű egy idő után nem tudja bentartani. Tehát azt hiszem, hogy erről érdemes egy kicsit beszélni többet. Nézzük meg, hogy pontosan mit is tudunk erre mondani. Ha energetikailag nézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy a dugónk ebben a pillanatban nyugalomban van, mozgási energiája nincs. Aztán mozgási energiát kap azáltal, hogy alulról a gáz meglöki, és a mozgás energiája egyre csökken, ahogy haladunk fölfelé, és legfelül Emszer-Gészer-H-val mérhető helyzeti energiát fog elérni a legmagasabb pontján. A mértékegység analízistel, hogyha eljátszunk egy keveset, akkor elmondhatjuk azt, hogy az Emszer-Gészer-H szorzat, tehát ugye a legtetején az Emszer-Gészer-H szorzat, hát van is még nekünk szivacsunk, tehát az Emszer-Gészer-H szorzat, tehát ha megnézzük, hogy mi a mértékegysége, akkor ugye, tehát akkor Emszer-Gészer-H szorzat, ugye ez kilogram, méter per szekundum négyzet, ez pedig méter, végeredményben azt kapjuk, hogy joule. Ja, tehát szerintem ez teljesen egyértelmű. Ha megnézzük a mozgás energiát, amit úgy számolunk, hogy 1/2 emszer v a négyzeten, akkor itt megint csak ugyanazt kapjuk, hogy joule lesz a mértékegység. Ami izgalmas, és amit hőtanból már középiskolában is tanultak, az a p-szer v egyenlő n-szer r-szer t alak van, ismerhetünk. Annyit kell tudni róla, annyit érdemes tudni róla, hogy amikor az ember ezt a képletet így fölírja, akkor írhatná úgy is, hogy p-szer v per t egyenlő konstans. Ugye? Tehát akkor az n-szer erről látjuk, hogy ez egy konstans érték. Mi a két különbség ez a képlet, meg ez a képlet között? Hát az első különbség az, hogy ennek a tipográfusok jobban örülnek. Be lehet tenni egy equation editor nélkül is, meg lehet szerkeszteni. De fizikatanárként én ennek sokkal-sokkal jobban örülök, mert ez az oldal, ha megnézzük mértékegységanalízisként, akkor mit kapunk? A nyomásnak a mértékegysége az newton per négyzetméter, a térfogatnak a mértékegysége köbméter, szorozzuk össze a kettőt, mit kapunk? Newtonszor métert, és akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy ez az a newtonméter, aminek, hogyha az autóban nagy, akkor örülünk,
élményindex nagy lesz, tetszenek érteni, avagy egy skalár szám. Mert ugye a nyomaték és a nyomaték az egy vektormennyiség, a munka az pedig egy skalár szám. Na most akkor honnan tudjuk eldönteni, hogy egy skalár lesz vagy vektor? Hát nagyon világos, hogy ahol a térfogatnak a köbe van, az biztosan skalár. A nyomásnál megint csak megjelenik a méter a négyzeten, tehát az is skalár. Úgyhogy ez egészen biztosan skalár szám, és ha meggondoljuk, ez is zsúl lesz. De tehát teljesen egyértelmű. A legkevésbé szokták az emberek ezt valahogy a köztudatban nincs annyira jól benne, ami azt jelenti, hogy ez nem más, mint a palacban a nyomás által ott levő romboló képesség, ha akarjuk, így is megfogalmazhatjuk. Tehát ez azt jelenti, hogyha kétszer-háromszor akkor a palackunk van, akkor kétszer-háromszor akkor a romboló erő van, illetve hogyha a nyomást megduplázzuk, megháromszorozzuk, akkor ott is az fog történni, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz a... Lehet, hogy kifogyott a nem. Úgy van. Tehát azt hiszem, hogy mindenki értheti azt, hogy a hőtannak ez a része, ez a képlet, ez nagyon jól mutatja azt, hogy ez itt energia. Azt is mutatja, hogy ez az energia egyenesen arányos a hőmérséklettől. Hát, hogyha valaki megkérdezi, hogy az mit jelent, hogy a molekulák átlagos kinetikus energiája, az ugye pont a hőmérsékletet adja, akkor itt rögtön lehet látni. Az is fontos, hogy amikor az ember ezt a hőmérsékletet látja, azt mondjuk, akkor tudjuk csak elvenni, kell kiszedni az összes energiát, hogyha a abszolút nullára hűtünk. Tehát a hőerőgépeinknél itt már ez már rögtön fogja mutatni, hogy amikor két hőtartályunk van, a két hőtartály közötti különbséget fogjuk tudni csak kiszedni. Abban az esetben, ha találunk olyan hőtartályt, ami melyek az a hőmérséklet, ez éppen nulla, akkor majd szóljanak, mert az engem is érdekel. Tehát nézzük meg, mi történik akkor, és egy kicsit engedjék meg, hogy a Tamásnak az oldalára menjek, már úgy értem a területére. Ugye semmi többet nem akartunk megmutatni, csak azt, hogy a dugónak a mozgás állapota hogyan változik, és akkor látjuk azt, hogy elébb-utóbb fogja magát a dugattyú és kiröpül, és azt is megtehetjük, hogy megfordítjuk ezt a folyamatot, így. Azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyikben volt a végsebesség nagyobb. Ugye, tehát megnézik, most éppen a felújítás során nullázták a lukakat, de mindjárt csinálunk még egyet rá, tehát az elsőt megcsináljuk. Hát ott mindegy, az a lényeg a dolgoknak, hogy ha meg akarnánk, tehát föltenné valaki a kérdést, hogy vajon miért a pillepalacnak miért lesz nagyobb a sebessége a kísérletben, akkor ugye az első dolog, hogy fogja az ember, veszi a palackot, ráteszi egy mérlegre, ráteszi a dugót a mérlegre, megméri a kettő között, és ez biztos könnyebb, de nem annyival. És ez önmagában nem elég a boldogsághoz. Ugyanis, amikor az ember a dugattyút bedugja, akkor csak a dugattyú fog elrepülni. A nitrogén is, meg a palack is ott marad. Ha megfordítjuk, akkor az történik, hogy elrepül a palack, hátralövődött a dugattyú is, meg a folyadék is, és ennek eredményeként, köszönöm szépen, az történik, hogy akkor átfordítja az ember, itt van a dugattyú, itt van a folyadék, és itt van fölötte a nagy nyomású gáz. Elsőként kirepül a szilárd, utána a folyadék, és utána még a gáz halmazállapotú, tehát egy három fokozatú rakétát készítettünk. Na, ugye szem teljesen világos. Amit most fogunk csinálni, az még ennél is izgalmasabbnak tűnik. Ugyanis most azt fogjuk csinálni, hogy úgy zárom le a dugattyúval a rendszerünket,
hogy teljes egészében fullig megtöltjük a palackot. Nem maradt ki a gravitáció még délelőtt, szombat délelőtt se, úgyhogy úgy néz ki, hogy akkor ez működik. Így né. Tehát, akkor töltsük meg a palackunkat teljesen cseppfolyós nitrogénnel. Na, csak itt az impulzusát átadta, és föl is billentette a edényt. Így. A dugattyunk egy kicsivel másmilyen lesz, mint az eddigiek. Át van fúrva, és van benne egy búvárcső. Azt hiszem, hogy jól lehet látni a cseppfolyós nitrogénben hűtött, vagy a cseppfolyós nitrogénnel működtetett szökőkutunk. Ugye itt is meg lehet nézni, hogy volt nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia, sőt, mi több, még azt is megtapasztaltuk, hogy körülöttünk hűvösebb lett. Tehát mindez a környezet, ha úgy tetszik, a tanterem hőmérsékletének rovására történt. Jó, akkor ezekkel a kísérletekkel megvagyunk. Szeretném megmutatni önöknek, hogy mennyire hideg a cseppfolyós nitrogén. Egyben azt is meg szeretném mutatni, hogy középiskolában, amikor tanulunk, mennyire be vagyunk szűkítve, be vagyunk szorítva, mi tanárok. Itt van egy léggömb, hogy meg ne szökjön belőle a gáz, megkötöm, és hűtsük le. A hűtést úgy fogom csinálni, hogy cseppfolyós nitrogént folyatok rajta végig, lehetőleg úgy, hogy nagy felületen nedvesítse meg a léggömböt a nitrogén. Amint látják, a léggömb térfogata drasztikusan csökken. Ugye, amit az ember tapasztal, hogy teljes egészében átvette a hőmérsékletét, a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletét a léggömb. Ennek eredményeként a léggömbnek gyakorlatilag eltűnik a térfogata. Itt van benne a térfogata a markomban, és hogyha most fogom és valódi bioenergiával besugárzom, ez nem olyan, amit a tévébe küldenek, hogy küldöm az energiát, ez igazi bioenergia, egy kis kitérő, hogy amit a tévék ezügyben csinálnak, az bűncselekmény. Előre elkövetett emberbutítás. Jó, tehát akkor csak azért, hogy mindenki, van véleményem róla, itt ezben a körben nagyon szívesen elmondom, de magasabb körökben is szívesen. Na, tehát akkor mi itt láttunk? Azt láttuk, hogy gyakorlatilag az edény térfogatával összemérhetetlen méretűre zsugorodott. Ez azt jelenti, hogy az ebben levő gáz a 900 részére összehúzódott, gyakorlatilag észrevehetetlenül kicsivé. Ehhez az kellett, hogy a halmazállapota megváltozzék. Ugye, ha meggondoljuk, mit is fújtam bele? Egy kicsivel széndioxidban dúsabb és vízben dúsabb, amit az ember kifúj, mint aminél beszív. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes alkatrésze minimum cseppfolyósodott, és voltak, amelyek meg is fagytak. Tehát ez azt jelenti, hogy a térfogatváltozásunk olyan elképesztően nagy, ami egyébként a középiskolás tananyagban nem fér bele, hiszen a középiskolában nem tanítjuk csak az ideális gázokat, és az ideális gázokról pedig azt minimum tudjuk, hogy azok nem tudnak halmazállapot változni. Legalábbis a modell szerint. Oké. A következőben egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami az én kedvenc kísérleteim egyike. Maga az eszköz, és hát van egy tanárom, akire nagyon büszke vagyok, hogy tanítványa lehettem. Nem valószínű, hogy hallottak róla, Sasellemérről beszélünk. Sasellemér volt az, akitől ezt a kísérletet tanultam, és hát úgy is mondhatnánk, hogy ez egy nagyon fontos kísérlet. Az eszköz, amit szeretnék megmutatni, az a neve, hogy
kriofor. A kriofor az, mint látják, egy üvegedény. Az üvegedényben víz van, és itt ezen a részen, ezen a kis csonkon keresztül volt mód lehetőség beletenni a vizet, és kiszivattyúzni a levegőt. Elmondom, hogy mit, amikor ezt csináltuk itt a Műegyetemen az üvegtechnikában, akkor elkészült az üveg, beleraktuk a vízmennyiséget, tettünk bele ez a, az oldalán ez a dolog, ez ilyen üvegpor, üvegdarálék, igazából az elgondolás az, hogy ezeknek a kis részek mentén úgynevezett a horzsakő is erre való, arra jó, hogy a halmazállapot változáskor, amikor forrás van, akkor ott mindig megindul a forrás. Nem annyira jött be, de minden esetre a lényeg az, hogy beleraktuk a vizet, megfagyasztottuk, és amikor fagyott állapotban volt itt a víz, akkor kiszivattyúztuk a levegőt. Tehát, ha megkérdezi valaki, hogy mit található ebben az edényben, akkor azt lehet mondani, hogy folyadékhalmazállapotban és gázhalmazállapotban találunk vizet. Tehát vízgőz és víz található benne. Az edényünknek, a krioforunknak az alját el fogjuk meríteni cseppfolyós nitrogénbe. Szeretném elmondani, hogy az üvegnek van egy nagyon izgalmas tulajdonsága, ebben a hőmérséklet tartományban sem a hőt, sem az elektromos áramot nem vezeti, vagyis egy szigetelő. Le fogjuk hűteni ezt a részét az edénynek, és megnézzük, hogy itt font mi történik. Az lenne a kérésem Tamáshoz kivételesen, hogy kurblizzuk följebb, amennyire csak lehet a... Azért, hogy jó, az megcsántam, hogy koppanásig fölmegy, mert kipróbáltam, ki bírja. Ajaj. Ott az oldalánál, ott mozgassuk csak meg. Aha, jó. Jó, és akkor amennyire lehet meredeken, és csak ezt a gömböt mutassuk, mert ez a része a kísérletnek az, amelyik a legizgalmasabb. Egész közel menjünk, amekkorát csak kibír, az így nagyon jó. Hogy lássuk, hogy mi történik, én egy egész kicsit meglögdösöm, hogy lássák, hogy folyadék van benne, és ez a folyadék, ez könnyedén tud mozogni. Most jön az, hogy a cseppfolyós nitrogént bele fogjuk önteni. Még kell egy kis nitrogén. Aha, itt van. Egyik részről. Aztán még innen veszünk egy keveset. És még egyszer mondom, mi fog történni. A kísérlet segít majd megérteni a statisztikus mechanikának bizonyos dolgait. Tehát öntöm alá a cseppfolyós nitrogént. Jó, teljes egészében ott rotyog, és amint látják, cseppfolyós nitrogénben hűtött vizet fogja magát, és még egyelőre lötyög. Amikor kicsit közelebb hajolunk ide, akkor lehet látni ilyen pára lecsapódást. Most figyeljenek, mert rövidesen az fog történni, hogy ugye kívülről lehet látni a gömbnek azt, hogy elkezd párásodni, és most szerintem gyönyörűen látszik, hogy megfagyott a víz. Tehát, hogyha most én ezt elkezdem lögdösni, akkor már nem lötyög. Ha megállunk egy fél másodpercre, és akkor én most azt fogom, csak kiveszem, és egész közel fordítom úgy, hogy a felületét meg tudjuk nézni, tehát akkor szerintem jól fogjuk látni a kristályokat, amelyek növekedtek. Meg fogom fordítani a másik oldalát, onnan talán jobban látszik. Látszik. Jó. Akkor a kísérletet mondhatjuk, hogy jól sikerült. Meg fogjuk ismételni egy másik módon. Tehát ez az első volt. Tehát akkor, hogy világos legyen, mi történt? Víz volt benne, és a víz fölött vízgőz. A vízgőznek, ha megkérdezik, hogy mennyi volt a nyomása, azt lehet mondani, hogy amikor megfagyasztottuk,
szilárd halmazállapotú jég volt benne, kiszivattyúztuk az összes levegőt, akkor mondjuk az elővákum szivattyú az csinálta a három tornyi nyomást, annál kisebbet nem, és amikor lehegeztették, és elkezdett megolvadni a víz, akkor a víz az adott hőmérsékletéhez tartozó nyomást fogja produkálni. Ez ilyen 100 tornál nem nagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy a 760 torhoz képest lejjebb kell mennünk egy olyan 100 tor alá. És akkor, amikor elkezdjük hűteni ezt a részt, akkor ez az alacsony nyomású víz lecsapódik és megfagy. A térfogatát gyakorlatilag elveszti, ezt most már értjük, és gyakorlatilag az itt levő víz nagyon hevesen elkezd párologni, hiszen szeretné ő fönntartani azt a nyomást, ami a kísérlet elején megvolt. És akkor fogják magukat, a részecskék elkezdenek eltávozni ebből a vízből, azok a részecskék fognak elmenni, amelyiknek az átlagos kinetikus energiája az egész rendszerben a legnagyobb. Most ez azt jelenti, hogy a részecskék közül azok távoznak, amelyiknek az energiája a legnagyobb, akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan hűl a folyadék. Odáig hűlt, hogy gyakorlatilag megfagyott. Na, ezt fogjuk megcsinálni egy másik módon. És nem a vízzel fogjuk megcsinálni, hanem a cseppfolyós nitrogénnel. A kísérlet ide elő van készítve. Tamás, jó helyre tegyem, mert idáig elér, ezt már, amit lepróbáltunk. Ja, az persze, persze. Tehát akkor itt látunk egy vákuumszivattyút, ez egy elővákuumszivattyú, ami azt lehet tudni róla, hogy a légritkítás, mint általában nem tökéletes, hanem a légritkítás, amit el tudunk érni, az ilyen három tornyi nyomás, tehát a 760-ból mintegy három tornyi marad. Betesszük a cseppfolyós nitrogént, ez természetesen ez is egy gyuáredény, ugyanaz, csak ez még nincs bederesedve, és amikor a gyuáredényünknek a hőmérséklete kellően alacsony lesz, és megcsillapszik a forrás, akkor kezdődhet a kísérlet. A szivattyunk ugye viszonylag nagy teljesítményű, háromfázisú szivattyú, mármint a motorja háromfázisú. És akkor látjuk, hogy egyenletesen rotyog ez a cseppfolyós nitrogén. A vákuumszivattyunkat csatlakoztassuk ehhez a részhez. Nagyon hevesen elkezd forrni a cseppfolyós nitrogén. Elképesztő hevességgel forr. És akkor világosan látjuk, hogy azokat a molekulákat visszük el, amelyeknek a hőmérséklete, vagy amelyeknek a mozgás energiája a legnagyobb. És egyszer csak azt látjuk, hogy megfagy a cseppfolyós nitrogén. Olyan hevesen forrt, hogy forrás közben megfagyott. Ezt ne nevessenek rajta, a forró és a fagyos a fizikában lehet ugyanazon a hőmérsékleten. Rövidesen még az is lehet, hogy fogunk látni rá kísérletet. Azt hiszem, hogy talán most már érzik, hogy érdemes volt korán reggel fölkelni. Most mi a cseppfolyós nitrogént ott az intézetben használjuk, ugye két dologra, előhűtésre, mínusz 196 Celsius fokig, és gyakorlatilag hőszigetelésnek is használják, mert ugye amikor az intézetünkben nagy hideget csinálnak, a műegyetemen, itt az F épületben tudjuk az országban a leghidegebbet csinálni, 10 a mínusz 5-en Kelvint meg tudjuk csinálni. Az azt jelenti, hogy ilyen hideg az országon belül sehol nem szokott előfordulni. Na ott legbelül hélium, cseppfolyós hélium van, körülötte van cseppfolyós nitrogén, tehát gyakorlatilag egy ilyen köztes lépésnek használjuk. Na most, ha kikapcsolja az ember a szivattyút, és megpróbálunk megszabadulni a
tetejétől. Így. Akkor szerintem nagyon szépen látszik a lényeg, hogy most a cseppfolyós nitrogén nem forr. Tehát jóval a hőmérséklete, a forrási hőmérséklete alá kerül. Ugye a másik edényben, meg ebben is csak akkor nem forrt, amikor a kezemmel bezártam. Most jóval mínusz 196 Celsius fok alatt van. Egyébként 13 fokot kell lejjebb menni ahhoz, hogy megfagyjon a cseppfolyós nitrogén. Tehát ha a Celsius skála nitrogénre készült volna itt a Földön, akkor ugye nem lenne légkör, tehát kezdhetjük úgy, tehát akkor sok minden nitrogén sem lenne, tehát ez kicsit zavaros ez a történet, de a lényeg a történetnek az, hogy ez csak mindegy 16 foknyi Celsiusban mérve, 16 vagy 16 Kelvinnyi különbséggel ez gyakorlatilag megfagy. A forrásból fagyásba megy, megint csak el lehet mondani, hogy a van der Waal erők mindezért nagyban felelősek. A továbbiakban, ugye, amit szeretnék, az egy olyan kísérlet sorozat lesz, kicsit átrendezem a terepet. Egy másik anyagot veszünk elő, elmondom azt, hogy ez a kísérletezésnek lehet, hogy nem fog összejönni, de majd mindjárt fogják érteni, hogy miért. A cseppfolyós nitrogén mellett egy másik izgalmas anyag a széndioxid. Úgyhogy most széndioxiddal fogunk kísérletezni. Hát a leggyakrabban széndioxidot találhatunk egy tűzoltó palacban. Ha valaki elolvassa ennek a biztonsági lapját, akkor azt fogja tapasztalni, hogy rá van írva, hogy a benne levő nyomás, a légköri nyomás 64-szerese. Tehát ez nem csekélység. Ha nagyon akarják, akkor kiszámolhatják, hogy ennek tudjuk a térfogatát. Tudjuk, hogy 64-szeres a nyomás a légbe. Van kedvük, akkor kiszámolhatják, hogy mit tudna lerombolni. Jó, tehát akkor ez a képlet, ez nem csak arra jó, hogy magukat vizsgán gyötörjük, hanem arra is jó, hogy mérnöki számításokat tudjunk elvégezni. Nos, ahhoz, hogyha most ezt ki akarnánk nyitni, mert tűz van, akkor egy olyan csapot kell, vagy olyan szerkezetet kell rátenni, ami a kifolduló levegő nem fogja kikapni, vagy a gáz nem fogja kitolni, kitépni a kezünkből. Tehát egy nagyon kis lyukon keresztül fog kijönni ebbe az irányba, és körbe egy csomó kis lyuk lesz. Tehát amikor ezzel dolgoznak, akkor nem kell három kézzel tartani. Egyébként, hogyha ezt így lecsavarnánk és kinyitnánk, akkor az itt olyan sűvítés lenne, hogy ne tovább. Ez az eszköz, amit itt látnak, ez azért is nyitom, hogy mindenki lássa, hogy nincs ebbe semmi, csak egy nagyon kicsi lyuk itt, és ezt, hogyha fogja az ember és így bezárja, majd kinyitjuk ezt a részét, akkor itt most engedünk ki széndioxidot. Amint hallják, szuszog, és a szuszogás eredményeként egy gáz jön kifelé. Hát várnunk kell egy keveset, ahogyan, ha most itt egy hőmérővel megnéznénk, akkor azt tapasztalnánk, hogy ezen a részen itt elkezd hűlni. Nagyon egyértelmű, mert a gáz, amelyik tágul, az ugye láttuk, hogy az hűl. Mindenképpen érdemes ezt nézni. És hogyha kellően sokat várunk, akkor egyszer csak elkezdődhet az a kísérlet, ha most itt találunk valamit, akkor jön további kísérlet a száraz jéggel. Nem voltam benne százasok, biztos, hogy mennyi széndioxid van benne. De jól emlékeztem, tehát annyi van benne, amennyi számunkra fontos. Ha megnézik, akkor itt van az, amivel kísérletezni fogunk, ez száraz jég. Itt van a száraz jég. Ez mínusz 78,5 fok hideg, és ezzel a száraz jéggel fogunk kísérletezni. A száraz jeget egy edénybe fogom betenni.
Aha, most ért keresztül a... Tehát most ért keresztül, akkor itt egy picit megállunk, de csak annyi időre, míg megmutatom, hogy a drót az egészben van, és ha akarjuk, a kísérletet kezdhetjük előről. Jó, tehát csak azért akasztom föl, hogy nem mondják, hogy itten csiribú-csiribút, mert ilyen bűvésztrükkel mutattam, hogy ez egybe van, tessék megnézni, továbbra is egybe van. És akkor a kísérletünk úgy fog folytatódni, hogy ebből a száraz jég darabkából, aha, igen, most kell nekem a kesztyű, hol a kesztyű? Aha, igen. Ebből gyúrunk egy kis alakot, beletesszük ebbe a kis csészébe. Egyébként ez a kis csészécske, ez nem más, mint a pille palackoknak az előgyártmánya. Tehát amikor készül egy fél literes ásványvizes, akkor ez ilyenből indulnak ki. Ott, ahol töltik ezt, megmelegítik, fölfújják nagyra, és utána teszik bele a vizet. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy így sokkal kisebb a térfogata. Másrészt a frissen alakított pillepalack a hőmérséklet növekedés, meg az egyéb hatások eredményeként fertőtlenítve is van. Tehát ennek kettős oka van. Tehát itt van a száraz jegünk. Annyit tegyen már meg, legyen szes, hogy ezt mutatja a tanár úrnak. Addig én hozok egy edényt, beletesszük a maradék száraz jeget. Így. Így. És erre a száraz jégre, hogy világos legyen mindenki számára, ráhúzunk egy gázfejlődési jelző detektort. Jó? Na most. Akkor az majd működik. Amit szeretnénk megmutatni, az viszont ez. Ide betettük a száraz jeget. Ez a száraz jég a környezet hatására növeli a hőmérsékletét. -78,5 fokból indulunk ki. És ahogy a gáz keletkezik ebből, ez a gáz nem tud szabadon távozni. Ezért nem csak a hőmérséklet, hanem a nyomás is fog növekedni. Ez azt jelenti, hogy ha majd hazamennek és megkeresik a gáznak, a széndioxid gáznak a fázisdiagramját, akkor fogják látni, hogy a szilárd halmazállapotból indulunk, elindul a hőmérséklet -55 fok irányába, és a -55 fok irányából, amikor megérkezik az 5,5 bárhoz, akkor ott kétfelé ágazik a diagramunk. Ez azt jelenti, hogy megtaláltuk a hármas pontot. Ebben a hármas pontban meg fog jelenni a széndioxidnak a szilárd halmazállapota és a gáznemű halmazállapota mellett a folyadék halmazállapot. Most én abban reménykedem, hogy itt is megtörténik. Igen, szerintem rövidesen fogjuk látni, hogy megolvad és csöpögni fog lefelé belőle a széndioxid. Az alján már egy kis folyadék látszik. Talán így billegtetéssel, majd mindjárt meg fogjuk látni. A hőtani folyamatokat nem illik sürgetni, de amint látják, az ott folyik lefelé. A folyadék halmazállapot, a szilárd halmazállapot és a gáznemű egyszerre van. Három halmazállapot. Ha valaki megnézné azt, hogy itt ez az alsó rész, ez forrásban van, buborékok fejlődnek benne, és oda bemászna megmérni a hőmérsékletét, pontosan annyi, mint itt a tetején, ahonnan a szilárdból csöpög lefelé a folyadék. Vagyis a forrás és az olvadás ugyanazon a hőmérsékleten történik. Íme szerintem ez nagyon szépen látszik, én letörlöm, hogy még jobban lehessen a párától látni.
megvan a három halmazállapot, addig semmi gond, amíg mind a három megvan. Addig az edényünk biztosan el fogja viselni ezt a rá kimért nyomás és hőmérséklet értékeket. Amit viszont érdemes megmutatni, hogy ugye én ebbe a kupakba szereltem be egy szelepet, és ezt a szelepet kinyitjuk, és nézzük meg, mi történik. Várjunk, csak letörlöm még egy kicsit, hogy jobban lássuk. Jó? Tehát mi történik? Hevesen forr, és olyan hevesen forr, hogy teljes egészében megfagy. Most kezdődhet előről a dolog, -78,5 fok hideg, és a légköri nyomással megegyező benne a nyomás. Ha hagynánk úgy, ahogy hagyták ezt, akkor valamennyi folyadék lenne benne, és fölötte pedig gáz. Ugye, tehát, hogyha szigorúan veszi az ember, akkor azt lehet mondani, hogy az edényünkben egy olyan rendszer van, amely kétfázisú, folyadékfázis és gázfázis, és az egyensúly megvan, tehát akkor az körülbelül 64 bár nyomást jelent. Jó, tehát akkor ennyit mindenképpen érdemes tudni. Mivel, hogy ennek az edénynek a 64 bár egy kicsit sok lenne, az én ezt most kinyitom, semmiképpen nem hagyjuk így, nem tesz jót neki. Valamiért. Jó, tehát akkor mindenképpen látjuk, és akkor ugyanaz a szilárd halmaz állapot, ahonnan elindultunk. Azt szerintem jól látszik, hogy az a széndioxid a környezet hőjétől melegedvén nem fog megolvadni. Tehát az a normál szublimációról beszélhetünk. És ez a szublimáció eredményeként egy gáz keletkezik. Ez a gázfejlődés jelző detektorunk ezt nagyon szépen mutatja. Persze, idevők, akkor mutatom azt is, hogy a jégkockánk, a jégtömbünknek a hőmérséklete sokkal-sokkal nagyobb, mint amennyi az óra elején volt, tehát tényleg 0 fok környékén van, ilyenkor ez az átérés sokkal gyorsabb. Kezdhetnénk előről, de most azt hiszem, hogy ennyi hitelem már talán van. Ide viszont érdemes visszatérni, mert amikor az ember megkérdezi, hogy mi a haszna a fizikának, akkor megtehetjük, hogy elmondjuk, hogy van egy anyagunk, ez a széndioxid, és ha akarom, szublimál, és ha akarom, akkor meg is tudom olvasztani. Na, fölteszem a kérdést, hogy tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy az ilyen irányú tudást még soha nem élvezte kulinárisan. Tetszenek érteni a kérdést? Tehát azt tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy még soha büdös életben ezen tudás alapján kulináris örömökhöz nem jutott. Na most, tisztázzuk a dolgokat. Én föltettem egy kérdést, amit a legkevésbé etikus tanári kérdésnek neveznék, ugyanis aki nem tette fel a kezét, az szólítható föl. Szövegértés. Tehát aki föltette a kezét, azt mondja, ő biztosan nem. Na akkor ön mesélj el, hogy milyen kulináris örömöknek örvend, vagy esetleg ön, vagy ön, vagy ön, vagy ön, vagy esetleg a... Na tehát akkor... Egy instant kávé adnak számít. Így van. A kísérlet azt mutatta meg, hogy megváltoztatva a körülményeket, gázhalmaz állapothoz juthatunk. Na most tessék meggondolni. Van a tej. A tej az akkor jó, hogyha túl sok keletkezik belőle, akkor el tudjuk rakni. Mi a lehetősége a tejnek? Hát az egyik lehetőség az, hogy fogja az ember és lefagyasztja és úgy tárolja, de hát annak is van egy vége. Ennél sokkal egyszerűbb, hogyha lefagyasztjuk, fölötte vákuumot hozunk létre, és a vákuumban az víz el kell szublimálni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a víz szilárd halmazállapotából azonnal gáz lesz, és hát gyakorlatilag, hogyha akarja az ember, így tejport is csinálhat, a sűrített tej
után. Tehát ugye, ahogy a víz elkezd menni, egyre sűrűbb lesz, és lesz sűrített tej, majd tejpor. És hát gyakorlatilag ez már kulináris örömök felé megy, de úgy csinálnak kakaót, neszkakaót, neszkávét, sőt, mi több újabban leveseket is. De mutatnék egy dolgot, hogy a legújabban hol tartunk a tudomány világában. Tehát a tudomány világában legújabban ott tartunk, majd ezt kedves Tamás megmutatod, hogy mindenki lássa jól, itt tartunk, hogy por alakú vizet is tudunk csinálni. Jó. Azt hiszem, hogy a tervezett kísérleteinket mindet bemutattuk, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és ezen berekeztem a dolgokat. Ha van kedvük a tanár úrtól, mert tőlem is kérdezhetnek, amíg van hangulatuk, és egyébként jó étvágyat kívánok mindenkinek.